És akkor így néz ki a bőr megfestve első rétegben. Itt is még látszanak az ecsetnyomok, néhol átlátszik a vászon, nincsenek összedolgozva a színek, de a főfoltok, a formák, azok meg a tónusfoltok már a helyén vannak, és akkor most a következő réteg mi ugyanaz lesz, mint a szoknyánál, hogy már csak eltüntetjük az ecsetnyomokat, még egy rétegbe rámegyünk, jobban összedolgozzuk a színeket, hogyha kell, akkor tónusban még módosítunk. Tehát most jön a részlet kidolgozása.